ez pedig egy nagy butaság, mert Dražić belép, de nem a kapu felé vinné a labdát, és belerúg egyet Gomis. A mérkőzés 35. perce Mezőkövesdi 11-essel kezdődik. Dražić gól, vezet a Mezőkövest. Dražić sejtette, hogy Szappanos valamerre elugrik. Ilyen helyzetben, ilyen sorsdöntő helyzetben ritka, hogy vigyázálásban merevedik a kapus. Dražićnak volt mersze odarugni a labdát, ahol Szappanos tartózkodott. Itt megy el jobbra Szappanos, és a helyére érkezik a labda. Dražić feje fönn, figyeli a kapus mozgását, meg Szappanos, aki a másik csapatba védett. Ez viszont egy jó fejes, és ott a gól. Kiegyenlít a Honvéd. Keresi a gólszerző. Már a csúsztatott fejes is gólt ígért, de az még kijött a kapufáról. És ami nem ment akcióból, az ment egy szabadrugást követően. Meg kell dicsérni Domingest, aki egyáltalán kiharcolta a szabadrugást. Itt Lukic fejese, és Keresi. Jókor, jó helyen. És azt hiszem, a fejes pillanatában nincs lesen. Természetesen a videóbíró rendszer vizsgálja. Prenga odaadja Vajdának. Ez szép szerelés. Gomis aztán. Dražić. Ez lassan lövőhelyzet. És ott a gól. 2-1 a Mezőkövesd javára. Nem tudta a Honvéd nemhogy a kontrát elindítani, de a labdát sem kihozni. Jött a büntetés. Dražić a gólja után most ad egy gólpaszt. Itt úgy néz ki, hogy megvan a labda. Gomis fölemeli, és hát bemondják, hogy a videóbíró vizsgálja a találatot, de hát ezen sok mindent nem lehet nézegetni. Tökéletes Besirović lövés a jobb sarokba. Lukic, Jansson, ez jó lehet Kocsisnak, gól! 2-2! Egy szépen kijátszott labda, Jansson beemeli, és Kocsis Dominik kapásból olyan erővel lövi meg, hogy Prisiteli ugye hozzáér, de védeni nem tud. Most nem lesz 2-1-es vendéggyőzelem. Teljesen szabályos gól. Ezt kapásból, hát maga, hogy elvállalja is, dicséretes. Hát még, hogy be is rúgja. Ugye akkora erőt ad bele, hogy Prisiteli egyszerre nem tudja úgy oda kapni a kezét, hogy kifelé jöjjön a labda. Klemenc. Nem véletlen, hogy Kuttor Attila igen ideges volt, amikor ezek a kontra lehetőségek elszálltak. Mert Kocsis szépen Lukichoz, majd aztán Keresi! Na nézzük, mi lesz ebből. Jansson már elesett. Besirović, újabb lövés, újabb gól! 3-2 a Mezőkövesdnek. Tényleg, mintha edzése lenne. Átveszi 16-ról jobb alsóba. A második gólja Besirovićnak. 3-2 a Mezőkövesdnek. Megnézi a VAR, az indításnál nem volt esetleg les. Ez itt már biztos, hogy nem az. Ezzel semmi probléma nincs ezzel a góllal. Jó az előkészítés, és ott van Dražić is, de Besirović úgy döntött. Ő, ha már egyszer bevált ez a jobb alsó sarok, akkor odarúgja.